December 1-től péntektől kell új ügyfélfogadási rendre számítaniuk azoknak, akik a szekszári polgármesteri hivatalba indulnak. A kormány kérésének megfelelően itt is takarékoskodnak, ezért a hét utolsó munkanapján április közepéig nem nyitnak ki. Ehelyett reggelente fél órával korábban, 7 óra 30-tól, valamint 1 órával tovább délután 5-ig várják a hozzájuk fordulókat. A legfontosabb változás, hogy igazából a lakosságot nem éri ez hátrány, hiszen az ügyfélfogadást meg tudjuk tartani korábbi napokon is. Ez azt jelenti, hogy az anyakönyvi ügyeket hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délelőtt 10 óra között intézhetik a helyiek. Az adó és az igazgatási osztály pedig a hét első munkanapján, valamint szerdán 8 és délután fél 5 között lesz nyitva. A szociális osztály pedig itt a Bezerédi utca 2-es számú épületben érhető el. A dolgozók hétfőn és szerdán szintén fél 5-ig várják az érkezőket. December 22-től január 8-áig lesz zárva a hivatal. Általában ügyfélfogadás nem lesz, kivéve az anyakönyvi igazgatást. Az ilyen ügyeiket decemberben 23-án, 27-én, 29-én, januárban pedig 2-án, 3-án, 4-én és 6-án délig intézhetik a szekszárdiak. A szociális osztály munkatársai decemberben 28-án és január 4-én reggel 8 és dél között várják az ügyfeleket szekszárdon.